Szeretettel köszöntöm a nézőket, ma egy különleges felvételnek lehetnek a tanúi. Vendégségben vagyunk a Hun televíziónál. Dr. Horkovics Jánosnál, akinek mi személy szerint, és ezt többször elmondtuk már, rendkívül hálásak vagyunk az elmúlt években nyújtott segítségéért, támogatásáért, de most a héten egy váratlan esemény történt, a Hun televíziót, amely hát egy rendkívül népszerű és egy nagyon tartalmas csatorna, a héten a YouTube törölte, és nem lehet elérni, és elsők között jelentkeztünk Jánosnál, hogy mi történt, és miben segíthetünk, és most ezért vagyunk itt Jánosnál, hogy elmondjuk, hogy mi történt, és hogy beszéljünk arról, hogy tudunk ezen felülemelkedni, hogy tudunk segíteni, illetve hogy a nézőket tájékoztathassuk. János, mi történt? Hát egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kedvesen foglalkoztatok a sorsommal, meg a Hun televízió sorsával, hiszen ennek a televíziónak idáig több mint 30 ezer ember iratkozott fel a csatornájára, úgyhogy ez már egy egész komoly eredménynek számít. Ebben benne van 10 éves munka. Sajnos a lecenzúrázás meg letiltás az nem új keletű dolog. Amikor a Hun televízió elindult körülbelül 10 évvel ezelőtt, akkor is előfordult kb. Egy év munka után, hogy 700 órányi anyagot egyik napról a másikra letöröltek a Hun televízióról. Hát a következő éveknek a munkái ebbe a szellembe zajlott, hogy sose tudtam azt, hogy mit fognak letörölni, mit nem fognak letörölni. Azt észrevettem, hogyha olyan filmeket teszek föl, vagy olyan riportokat, amik például a társadalom berendezésének a kritikájával kapcsolatosak, akkor arra nagyon ugrott a kormány, illetve a államhatalom. Pláne azokról a videókra, amikről a Szent Korona jogrendszernek az igazságos társadalmi berendezkedéséről beszéltem, és rámutattam arra, hogy hogy a kettő között mi a különbség. Ez a mostani fajta demokráciának a tartatatlanságát lehet látni most nagyon jó Amerikában, hogy ami ott zajlik, hogy micsoda iszonyatos csalások mennek ottan, és ez végül is ezeket a csalásokat bármelyik országban lehet látni, ahol az úgymond demokrácia van bevezetve. Úgyhogy azt lehet tapasztalni, hogy az embernek abszolút nincs beleszólása a politikai világban. Hát én ráérezve ezekre az igazságtalanságokra már régóta próbálok egy olyan társadalmi vázlatot bemutatni a nézőknek, ami hogyha azt valaki végighallgat, akkor azonnal rájött, hogy tényleg, hogy miért jó az egyik, és miért rossz a másik. Hiszen az egyikbe bele volt építve az azonnali visszahívhatóság, ami most nincs. Benne volt a kettős parlament, ami egyik kontrollálja a másikat, és a Szent Korona jogrendszerben eleve nagyon sok olyan dolog volt beépítve, ami teljes mértékben kizárta, hogy egy korrupt, egy hazug, egy csaló, egy lopásra hajlamos ember hozzáférhetsen a politikai elithez. Az teljesen kizárt. És hogyha most szétnézünk a világba, akkor végül is ilyenekből áll az egész politikai elit. Hát ezen aztán most már nagyon sok ember érzi azt, hogy azok a társadalmak, vagy az a világ, ahogy most éli az emberiség az életét, ez nagyon félresiklott, és hogy nagyon itt az idő, hogy ezen változtassunk. Sajnos ugye én egy kis harcos vagyok, azzal a 30 ezeres nézettséggel nem tudtam nagyokat alakítani, de azért a magot a szerintem azt sikerült elültetni, hisz amelyik nemzeti kezdeményezés megszületik Magyarországon, azok azt hiszem már majdnem kivétel nélkül a zászlójukra ott van a Szent Korona jogrendszerhez való visszatérés. Szóval valamit sikerült elérni, nyilván ez még nem elég, tovább kell harcolni. Sőt, most a következő években különösen említetted az amerikai elnök választást, ugye, aki kicsit foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, az tisztán láthatja, hogy ez a demokrácia megcsúfolása az, ami ott történt, és hogyha valaki eddig még nem hitt el, akkor most rá kell, hogy jöjjön arra, hogy ugyan választhat, bemehet a fülkébe, húzogathat X-eket ide meg oda, de senkit nem érdekel. Tehát ez a demokrácia. Itt is így van. És hogy egyébként az embereket politikai nézetek szerint megosztottani, egymással szembefordítani, na ehhez értenek ezek a
nagy politikát kavarok, illetve akik a színfalak mögött vannak, és hát most ugye 2 év múlva nálunk is választás lesz, és már vannak olyanok, akik jósolják, hogy ugyanaz az erő, amelyik Bident hatalomra segítette azokkal az eszközökkel, az meg fogja csinálni Magyarországon is az újabb hatalomváltás, és akkor majd itt nagyon érdekes lesz, hogy akkor most melyik a jó, meg hogyan, de hát mikor nekem megjelenik a fejemben az, hogy ez a liberális oldal, ez az ellenzékinek összegyúrt liberális oldal kerülhet esetleg a hatalomra, akkor összeszorul a gyomrom görcsben álló. Nekem komoly félelmeim vannak ezzel kapcsolatban, mert többé-kevésbé a Gyurcsány meg a klikje fogja akkor rátenni a mancsát az országra, aki már maga mondta azt, hogy ezt az országot szívesen felszámolná, nincs erre szükség, azonnal kinyitja a kapukat, öbleni fog ide a migráns áradat, úgyhogy én szerintem az ország nagyon komoly veszélybe fog kerülni, de az, ami most van, ez se egy optimális dolog, hisz azért mindenki látja, hogy élünk. Ennél fogva az a szörnyű, hogy nincs egy olyan megfelelő erős alternatíva, ami valóban egy igazságos társadalmat tudna fölkínálni az embereknek. És ehhez kellene az a média, az az alternatív, az a civil média, amelyik nincs, mert hogy az igazságot, hogy mi az igazság, azt az emberek nagy részének a fősodrató, a mainstream média sugallja. És az emberek kételkedés nélkül elfogadják. És lám, a fősodrató média, amit mond, akkor az társadalom 90-80-90%-a vigyázba vágja magát, és szolgai módon birkanyájként hajtja végre az utasításokat. És lehet, hogy magában dúl, fúl, morog, de ettől többet nem tud tenni. Ehhez kellenek azok az alternatív médiák, amelyek viszont az igazságot hitelesen tükrözik, mint hogy a Hun TV is ezt tette is. Lám, ezt, és ugye a te csatornádat ugye nagyon sokszor és sok oldalon támadták, a YouTube egyes videókat, már volt, hogy egy hónapos eltiltás, nem rakhattál fel, stb., mert a témák is, meg hát egyszerűen az a másik oldalnak megvannak azok a fizetett alkalmazottai, akik egyébként folyamatosan nyomják a unlike-ot, meg nyomják azt, hogy bejelentik, ez nem kívánatos tartalom, ezt töröltetni kell, és sorba nyomják a feljelentéseket. Na most ugye a kérdés az, hogy mindaddig, amíg ezek az alternatív médiák, mint a Hun Televízió, a CMM, és van az országban számos olyan igaz magyar ember, aki egyébként szép gondolatokkal, vagy tiszta szívvel indítana, és mondana, közölne a nézőknek, és akkor indít egy saját kis YouTube csatornát, akit senki nem fog megtalálni. Igen. Nem találunk rá, a széna kazalt rakjuk egyre nagyobbra, és abban azok a kis gyémánt tűcskék, azok elvesznek, nem találhatók. Igen. Meg. Tehát most ebben a 2 évben meg megint különösen kritikus lesz, úgyhogy én mindenképp szeretném azt javasolni, és mi itt példázzuk azt, hogy tudjuk egymást segíteni, és össze tudunk fogni, de bárkinek az országban, aki hajlandó ebben a folyamatban részt venni, az a közösen dolgozunk együtt, segítsük ezt a magyar nemzetet, ne hagyjuk, hogy ez a rémes jövőkép valósuljon. Tudod, Zoli, nekem gyerekkorom óta nagyon, nagyon kiélezett az igazság iránti érzékenységem, én nem tudom elviselni, vagy nehezen tolerálom azt, hogyha valahol igazságtalanság van. Ez nem csak a társadalmi modellekre vonatkozik, hanem általában mindennel kapcsolatban. És ezt a televíziót én próbáltam is úgy fölépíteni, hogy mindig a igazságra való rátekintést próbáltam az emberek felé eljutatni. Itt a koronavírussal kapcsolatban én sosem mondtam azt, hogy nincs koronavírus. Van koronavírus, természetesen, hogy van. Egy fájó pont megint ezzel kapcsolatban az, hogy a tudósok kiderítették, hogy ez egy laboratóriumban létrehozott művírus, ami idáig világszerte több mint 1 millió embert megölt, és én nem látom azt a fórumot, ahol ezt a laboratóriumot például az emberiség elleni elkövetett bűneiről följelentette volna. Ez így lepörölög a világról, mintha semmi sem történt volna, mintha nem lenne háttérben bűnös. Na,
ezek azok a dolgok, amik nem adnak aludni, tudod? És ilyen gondolatok folyamatosan jönnek mindennel kapcsolatban. De eszembe jutott, mert most jön a vakcina, és ez most nagyon nagy izgalom, hogy akkor lesz vakcina. Én nagyon boldog vagyok ettől a hírtől, hogy lesz vakcina, úgyhogy én azt gondolom, hogy elsőképp a vakcina oltást azok érdemlik meg, akik előállították. Tehát tisztelettel kérnék mindenkit, üzenem innét, hogy a gyártókat, a laboratóriumban dolgozókat, annak a labornak a menedzsmentjét oltsák be először vakcinával, mi ráírunk, addig várni. Mutassanak példát, aztán nagyon szépen kérjük, hogy a politikusaink, akik ezt ránk akarják erőltetni, ők is fontosabbak, mint mi egyszerű emberek, tehát ők is, mi lemondunk róla, oltassák be magukat, ők is, de ugyanazzal a vakcinával, mint amit nekünk szeretné. Szóval mi ráérünk várni, aztán majd eltelt több hónap is. Azt tudod, hogy a gyártócégek nem vállalnak felelősséget a mellékhatásokért, úgyhogy ez is sokat mondó dolog. Igen, Bill Gates idén februárban vitte át az amerikai törvényhozáson, hogy a vakcina mellékhatásaiért a gyártó nem vonható felelősségre, és márciusban kitört a koronavírus járvány. Szóval ezek mind olyan dolgok, tudod, hogyha valaki... Nekem az a szerencsém van, hogy sok nyelven beszélek. Én nagyon figyelmesen figyelem a világsajtót, különböző nyelveken hallgatom a híreket, és azért sokszor olyan rémisztő adatokat közölnek a különböző csatornák, és hogy az ember ezeken elgondolkozik, és megtalálja közöttük a logikai fonalat, és akkor látod azt, hogy közben Magyarországon is bevezetnek olyat, amit esetleg más országban már egyértelműen kiderítettek, hogy egy katasztrófához vezet. Hát nyilván akkor az embernek a lelkiismerete rákényszeríti arra, hogy ezt elmondja a HUN televíziómat, én a saját televízióm, hogy elmondtam ezeket a dolgokat. Csak hát ugye ez nem tetszik sokszor a hatalmasoknak, aztán támadják az embert. És akkor ennek az az eredménye, hogy előbb-utóbb valahogy kicsinálják, vagy letörlik a csatornát. Na, most mi lesz? Hogyan legyen tovább? Hát ugye a közös beszélgetésünk között kapcsán megjelent egy olyan lehetőség, amit én nagyon hálásan köszönök, hogy addig, ameddig a HUN televízió nem tudja elindítani, most nem a YouTube-ra fogjuk föltenni, meg a Facebook-ra, mert ezekről már egyértelmű vált, hogy folyamatosan cenzúrázzák az embereket, hanem most elindítunk egy másik csatornát, valószínűleg most a Vimea lesz. Hát nyilván, ameddig a Vimean keresztül meg tudunk izmosodni, az egy bizonyos időt igénybe fog venni, de hát voltál olyan kedves, és felajánlottad nekem azt a lehetőséget, hogy addig is a multimédiára tegyük fel a mi televíziós anyagunkat. Úgyhogy, mivel ott neked ott van körülbelül egy olyan 20 000-es feliratkozó embered, úgyhogy már legalább 20 000 emberhez el tudunk jutni azokkal a gondolatokkal, amit a HUN televízió képvisel. Hát ez is egy nagyon jó átmeneti dolog. Hogy most konkrétan most miért tiltották le a HUN televíziót, nem tudom. Hisz ahogy végignéztem a HUN a YouTube-on azokat a visszajelzések miatt, ami miatt tiltottak, hát nagyon sokszor a saját felvételeimet tiltották le olyan mondani valóval, hogy nincs hozzá jogom ezt föltenni, mint hogyha jog valakinek tartoznék ezzel jogdíjjal, pedig hát a saját felvételemről van szó, szóval egyszerűen humbuk az egész, meg kitaláció, szóval... Tudom, ezek a feljelentési lehetőségek, vagy bejelentési lehetőségekkel van egy kis csapat, amelyik... Biztos ezt intézi. Annál a csapatnál biztos, hogy többször kiverte a biztosítékot. 100%, 100%. Igen, mert mi őszintén megmondjuk a véleményünket, és a behozott riportaranyagoknál én cenzúrát senkinél nem alkalmazok, úgyhogy mindenki elmondhatta őszintén a véleményét. Ez is az egyik erénye egyébként a HUN TV-nek, hogy fantasztikus volt, hogy akiket meghívtál, azok, amit elmondanak, akkor az úgy van, mondani. Nincs szépítve, nincs mismásolva. Én legfőjebb azt vettem ki a televízió, hogyha valaki eldadogta magát, vagy köhögött, vagy tüszentett, ezeket mondjuk kivettem, de azt a mondani valóban sosem nyúltam bele. Na minden esetre, hála Istennek nektek, megvan az a lehetőségem, hogy tovább tudjam a HUN televíziót nyújtani az embereknek. Hát nyilván el kell jutni az emberekhez az az információt, el kell juttatni, hogy akik csak a HUN televíziót néz, mert nem egy kevés ember volt, aki már a fősodratú médiát lekapcsolta, mert egyszerűen ott olyan szennyen, hogy az ijedetlen, hogy ők már csak ilyen televíziót, ilyen alternatív televíziókat voltak hajlandó nézni. Na most ezekhez majd el kell juttatni azt a hírt, hogy a ti televíziótok most átveszi az én televíziómnak a lehetőségeit, vagy időlegesen. Időlegesen. Mi folyamatosan kommunikálni fogjuk azt, hogy
hol tart, és hogy amikor kész lesz a Vimeo csatornád, vagy esetleg majd hát visszaáll a YouTube csatornád. Szóval minden folyamatos hírt, változást, ami lesz, ezt természetesen tájékoztatni fogjuk a kedves nézőket. Lám, ez adja a biztonságot, mert hogyha több helyen ott vannak, tehát hogyha összefognánk, és többen, és hadd legyen ez egy felhívás azok felé, a magyarok felé, akik szerte az országban esetleg hasonló gondokkal küzdenek, vagy ambíciójuk van műsorokat készíteni, amik, hogy is mondjam, a magyar kultúrából, a magyar erkölcs szerint készülnek, és az igazság képviselete vágya hagyja, akkor ővelük is dolgozzunk együtt, segítsük ezt a magyar nemzetet, mert most nagyon nehéz idők jönnek, de szeretnénk visszasegíteni a Hun TV-t ugyanabba a rangba, mint amit egyébként már méltán elért. Hát lehetséges, hogy most ez a gáncsolás, amit most végeztek, lehet, hogy még pozitívan is fog elsülni, mert hogyha visszakapom a televíziót 3 hónapból, vagy elindul a Vimeo, elindultok ti, akkor mégis 3 irányba fog ez elindulni, úgyhogy akkor az még jobban meg tudja erősíteni a Hun televíziót. Még egy dologra akartam fölvenni a figyelmet, ugye a Európai Unió nagyon támadja Magyarországot a sajtószabadságnak a korlátozásáért. Hát mi az? Most igaza van nekik, vagy nincs? Hát most, hogyha egy csatornát csak azért, mert őszintén az embereknek megvan a lehetősége adva, hogy őszintén kifejtsék a véleményüket, és ezt letiltják, hát kérem szépen, akkor mi ez? De ez az egész sajtószabadság, meg ez a média ügy egyszerűen nagyon-nagyon... Hogy is mondjam. De még a Csurka idejében volt egy olyan, azt hiszem úgy hívták, hogy Panon Rádiót, biztos még emlékeztetek rá. Na hát annak idején az úgy oldották meg, hogy jött egy komanda, és szétverték a stúdiót. Mert akkor még ez volt a módé. Most már nem kell ilyesmit csinálni, lekapcsolnak egy gombot, és aztán megszűnik a dolog. János, de bennünket nem lehet megszüntetni, amíg mozogni tudunk, amíg tudjuk emelni a karunkat, és addig, amíg ilyen kedves segítőink vannak, mint itt a kollégák, akik épp ezt a felvételt is készítik, addig nem adjuk fel, és csináljuk. Hát igen, ezt muszáj csinálni, mert szerencsétlen nemzetünk nem igazán jó paszban van, úgyhogy ezen változtatni kell. Köszönöm, hogy itt voltál, és hogy segítesz. És sok erőt és kitartást, és csináljuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.